igazi művészet, amit most láthattunk. Igen, óriási közönséget vonzott el most is. Úgy veszem észre, hogy Magyarországon egyre nagyobb teret hódít az énekelni vágyás. Te hogy gondolod ezt? Hát ez abszolút így van. Egyrészt ez köszönhető az X-faktornak és a Megasztárnak, de nálunk azért az iskolákban én a felvételikből tudok kiindulni, amiket én tartok. Hogy inkább az történik, hogy az emberek egyszerűen, ha rátalálnak arra, hogy énekelni akarnak, az olyan fontossá válik számukra, hogy tényleg egyszerűen beiratkoznak és megtanulnak énekelni. Természetesen ehhez azért az is kell, hogy mi egy kicsit nyitottabban állunk ehhez a dologhoz, mint tisztelt a kivételnek, mint az énektanárok nagy többsége. Hol és mikor ismerkedtél meg ezzel a fajta technikával? 8 évvel ezelőtt kezdtem el a Cetrix módszert tanítani, amit elmondtam már az előadáson is. Cetrixről tanult Michael Bolton, Michael Jackson, Ray Charles, Natalie Cole, és az ő könyvét tanultam 1 évig. Gyakorlatilag elolvastam a szakkönyveket, és egy csomó mindenre rájöttem, hogy Magyarországon miért van az, hogy az amerikai énekesek valamitől egy kicsit mindig jobban énekelnek, mint a magyarok. És akkor utána természetesen jött Brad Manning, akivel egy nagyon jó baráti viszony kialakult. Tavaly csináltunk egy szemináriumot a Művészetek Palotájában, és jelenleg Brettnél tanulok, tehát a haladó tanári kurzusát végzem. Ő tanítja a Miley Cyrus-t, a Paramore énekesnőjét, a Hayley Williams-t és a Take Six énekeseit, tehát őt is tudnám sorolni a neveket. Hazai viszonylatban tudnál felsorolni esetleg egy-két olyan híres tanítványodat, akit a közönség is ismer? Igen, 8 évvel ezelőtt kezdtem el ezt a módszert tanítani, akkor kezdtük ezt a beszédszintű éneklést elsajátítani a Rúzsa Magdival, a Péter Szabó Szilviával, a Nox együttes énekesnőjével, jelenleg jár a Bebe a Back to Black zenekarból. Baby, please, don't treat me bad. A Zséda végzi most a kurzust. Nagyon sokan vannak, Leander, tehát Mártához járnak, mert most már több tanár tanít az énekstúdióban, Molnár Márta kolléganőmhöz jár, az SP, járt hozzá a Brass Bence, Lola járt régen, tehát tényleg sorolhatnám a névsort, sokan elvégzik a kurzus nálunk, mert jó és könnyebb tőle énekelni. Mi a véleményed erről az állításról, hogy az éneklésre születni kell? Azt gondolom, hogy van egy pár jó énekes, aki kiskorában már megtalált egy olyan jó pozíciót, amiben könnyedén énekel és sokat énekel, ettől egyszerűen, és tehetséges is. Ilyenek gondolom például a Karamel, aki állandóan énekel reggeltől estig. Tehát az nem igaz, hogy a jó énekes nem gyakorol, de énekel, reggeltől estig énekel. Ugyanúgy hozzátartozik az életéhez az a gyakorlás, hogy énekel. És az, hogy az énekléshez születni kell, persze világsztárnak születni kell, de magához az énekléshez, hogy te szabadon énekelj, csak azért, mert jól esik és jó érzés, ahhoz szerintem mindenkinek joga van. Miért van egyfajta gátlásosság az emberekben, hogyha egyáltalán ki szeretnék hitni a szájukat és énekelni szeretnének? Mit gondolsz erről? Hát egyrészt azt gondolom, hogy aki énekel, kétszer imádkozik, tehát nagy felelősség jól énekelni. Míg egy hangszeres megfogja a hangszerét, addig az énekes a torkából énekel, mozgatja a hangszalagjait, az belül van. Mi mindig ezt mondjuk belül a dobozban, amit te hallasz, amikor én énekelek, az más hang, mint amit én hallok belül, amikor énekelek. És ha nincsenek feloldva benned azok a gátak, amivel ki tudod fejezni magad, ha még vannak gátak, amitől nem tudod kifejezni magad, akkor énekelsz gátlásosan. Mi pont azt tanítjuk, annyi specifikus gyakorlaton mennek keresztül, gyakorlatok elsajátításán mennek keresztül a tanítványok, hogy egy idő után eljutnak ahhoz a ponthoz, ami nagyon fontos, hogy bármilyen hangmagasságban, igen, magas hangmagasságban, gátlásról énekelnek. Tehát ha ének technikailag ezeket a hangmagasságokat beállítjuk, és természetessé válik az énekesnek, hogy ez egy természetes mozdulata, onnantól elkezdve már nem gátlásosságról beszélünk. Akkor ez egyfajta pszichológia is? Így van. Én vallom azt, hogy ahogy a hangod fejlődik, úgy fejlődik a személyiséged is. Tehát minél kerekebben tudsz énekelni, minél nagyobb hangterjedelmet tudsz énekelni, minél jobban ki tudod fejezni magad az énekléssel, annál színesebben tudod megmutatni, hogy te milyen karakter vagy valójában. Bárkit meg lehet tanítani énekelni, ez azt jelenti? Pontosan így van. Ezt azért mondom, mert az éneklés az, hogy valaki megtanuljon énekelni, nem csak az kell, hogy jó adottságokkal rendelkezzen, mert lehet, hogy kevésbé rendelkezik jó adottságokkal, de tegyük fel, nagyon szorgalmas. De valahogy a hangja
hangjához igazodik a személyiség, és fordítva. De ha kellőképpen szorgalmas, és csinálja a gyakorlatokat, és feloldjuk benne azokat a dolgokat, ami miatt most még nem énekel jól, akkor ez megtörténik. Hány éves korban célszerű elkezdeni az éneklést? Hát én mindig azt mondom, hogy van most nálam például két ikerlány, 15 évesek, meg kellene várjuk, még a mutálás lezajlódik, de képtelenség, mert annyira tehetségesek, hogy reggeltől estig énekelnek, ott nyilván egy finomabb hangképzéssel kezdünk. De én azért azt gondolom, hogy nem véletlenül van ez a 18 éves kor kitalálva, de a nagyon tehetségesek gyerekkoruk óta részesülhetnek olyan hangképzésben, ami csak segíti átlendíteni az adott gyermeket a mutáláson. Ez fiúknál általában 14-16 éves kortól 16 éves korig bezállag zajlódik le, a lányoknál pedig 14-től 18 éves korig. Azt azért érdemes megvárni. És úgy tudom, hogy közöd van a 9. kerülethez is, hiszen a Ferencvárosi Művelődési Központban is tanítasz. Így van. Hát ott rendeztünk most a nyáron egy 3 napos szemináriumot, vendégünk volt Szabán Gábor, tehát a Magyar Hajnal Ének Stúdió rendezésében történt ez a 3 napos szeminárium. Szabán Gábor itt a Súr színpadon, ő volt az egyik nap a vendégünk, Szórák Kati elképesztő, csodálatos népdalénekes, és Dr. Pap János, a Zeneművészeti Egyetem hangakusztika tanára, zenei akusztikus. És akkor jártunk a Ferencvárosi Művelődési Házban, ott a színházteremben tartottuk a kurzusokat, én pedig ismétlő kurzusokat tartottam, mellhang, fejhang, kevert hang.